Utolsó útjára kísérték Furkó Kálmán nyugállományú ezredes Szolnokon. A Magyar Honvédség legendája, a magyar Kyokushin karate egyik megalapítója, nyolcdanos mester, felderítő katonák ezreit tanította közel harc és önvédelmi technikákra. A nyugállományú ezredes 2021. augusztus 3-án 74 esztendős korában hunyt el. A kegyeleti szertartásra több százan érkeztek a katonavárosba augusztus 26-án. Az egykori bajtársak, tisztelők, tanítványok délelőtt a Szolnoki sportcsarnokban felállított ravatalnál helyezték el az emlékezés virágait. A búcsúztatáson részt vett Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Ruszin-Szendi Romulus altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka is. Szomorú szívvel fogadtuk a hírt, hogy Furkó Kálmán, a megtörhetetlen kőszikla, a rendíthetetlen harcos, most az egyszer veszített a sors ellen. A búcsú kimondhatatlanul fáj. Hangtalan szavak ülnek a torkunkon, amelyeket a gyász ereje szorít belénk. Elköszönni vagyunk itt, kollégák, bajtársak, tanítványok. A Magyar Honvédség parancsnoka felelevenítette Furkó Kálmán páratlanul gazdag pályafutását. Emlékeztetett, ő volt az, aki megteremtette a katonai közelharc alapjait hazánkban, öröksége, szellemisége, vezetői stílusa pedig óriási hatással volt az egész Magyar Honvédségre. A Magyar Honvédség nem csak egy kiváló főtisztet, egy nagyszerű kiképzőt, hanem egy legendát veszített most el. Hálások lehetünk a sorsnak, hogy olyan embert ismerettünk személyében, akinek az első gondolatai mindig a haza odaadó szolgálatáé és a hazát szolgáló katonáké volt. Kálmán saját életével mutatta az utat katonák generációinak, teremtett maradandó értéket a Magyar Honvédségnek és Magyarországnak. Szolnok képviseletében Szalai Ferenc polgármester méltatta Furkó Kálmánt. Mint mondta, nehéz búcsút venni egy olyan embertől, aki tisztességével, becsületességével, kitartásával és elkötelezettségével mindenkinek utat mutatott. Az ő valódi ereje abban rejlett, hogy életének minden pillanatában képes volt megmutatni a helyes utat, melyen érdemes volt és végig is kellett menni. Városunk egyik legkiemelkedőbb alakjától, szolnoki szívünk egy darabjától búcsúzunk ma. Magyarország honvédelmi minisztere a Magyar Honvédség érdekében végzett önzetlen tevékenysége, kiemelkedő szakmai értékei, példaértékű életútja emlékére a honvédelemért kitüntető cím babérkoszorúval ékesített fokozatát adományozta posztumusz Furkó Kálmán ezredesnek. A kitüntetést Ruszin-Szendi Romulus altábornagy adta át Furkó Kálmán özvegyének. A búcsúztató után a Körösi úti temetőben szűkebb körben volt a gyászszertartás. A ravatalozótól a sírhelyig 74 volt ejtőernyős katona és bajtás, tanítvány áll díszsorfalat Furkó Kálmán utolsó útján.